Az országban több mint 74 ezer diák tett írásbeli vizsgát történelemből, közép és emelt szinten. A Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikumában összesen 66-an adtak számot tudásukról, közülük egy ember az emelt szintű érettségit írta meg. Sose voltam egy törés szakértő, viszont a feladatok meglepően könnyűek voltak, mert főleg szövegértés volt, és nagyon sok forrás használati lehetőség volt. A témáknak, az esszé témáknak nagyon örültem, mert az ókori aténi demokrácia témáját nagyon szeretem, és sokat tudtam róla beszélni. Pesti Noémi az ipari forradalom és a tatárjárás témáját választotta az esszékhez. Szerintem inkább az eleje, a rövid választ igénylő feladatok voltak nehezebbek. Az esszék azok szerintem könnyűek voltak, és jó témákat raktak bele. Valdraff Nikolett elárulta. A feleletválasztós rész bizonyult a legnehezebbnek. Az esszék könnyűek voltak. Én úgy érzem, hogy könnyűek voltak, nekem mentek a témák. Az aténi demokráciát és a Kádár korszakot választottam, azok egyszerűek voltak, viszont az eleje kicsit húzósabb volt, ott sokat tippeltem, bevallom. Balogh Attila igazgató elmondta. Az idei érettségi tanulóbarát módon lett összeállítva, mert a képi és szöveges forrásoknak köszönhetően a vizsgázók könnyen tudtak következtetni a feladatok megoldásaira. A kronológiai atlasz pedig további segítséggel szolgált. Összességében azt lehet mondani, átlapozva, én történelem tanárként átlapoztam a feladatsort, hogy az elmúlt évekkel összevetjük, akkor azt lehet látni, hogy alapvetően egy tanulóbarát, egy gyermekbarát feladatsort kaptak ma készhez a diákjaink. Hozzátette, az írásbeli témák között zömében olyan anyagok szerepeltek, amiket a felkészülés során átnéztek a diákokkal, így sikeres érettségit remél mindenkitől. A rövid, egyszerű választ igénylő feladatoknál nekem, ami az elmúlt évekhez képest egy picit újdonság volt, vagy mondjuk azt, hogy a feladat összeállítók nagyobb hangsúlyt fektettek, hogy több képi forrás volt. Sok volt még mindig a szöveges forrás és az arra történő elemzések, arra rákérdezése különböző formába, legyen az igaz-hamis bejelölés, vagy egy forrásrészletnek a betűjelének a beírása. Az idei történelem érettségi tehát bővelkedett forrásokban, amik helyes használatával könnyedén meg tudták kérni a végzős diákok a dolgozatot.